Ja, hogy a Paléva voltatok először? Aha. És Tündér, ugye? Vannak neki napjai, tudod, ilyen akármi. De bakozni egyáltalán most nem bakozott. Hála Istennek. Nem tudtalak fővel, mert jött ez a sevinálos ember, és most 20 000 forintot kellett összeszednem, kódulnom. Szépen trappolj, megizzadt egy kicsit a sárga? Ne. Szuper, fáradjon. Na jó, mert megy ám olyan szívesen londjon. Drágám, mindig rak föl a korlátot, hallgass rám, adjad, rakom én. Én tapasztalatból mondom. Jobb a béke. Na nézd meg, mennyivel okosan megy, látod? Hopp, egy kézzel vagyok. Na, szépen fölültök rá, azt csókolom. És akkor fönt tudtok mindent, ugye? Hogy? Mondom, fönt tudtok mindent, ugye? Nem, én kértem a Petit, hogy 100% ki lesz fizetve. Hát pont valahogy mondom, én Peti úgy nem akarom, hogy úgy menjen, hogy tartozok. Hát erre most így alakult, de nem fogok tartozni, mert mindjárt kértem kölcsön innen, onnan 10-10-et. 20 hiányzott, 95 ezer meg kell. Na közben megjöttek ők is. Mehet nyugodtan egy kis galocsárét is, mert a padikba igazából magától szokott menni. Ez az piglire se érzékeny. Menjetek nekem, jött még itt kettő. Két szürke. Menj, édes picukám! Ő nagyon jó indulatú, a másik is csak rebbenékeny. Na, veszem itt közben azt a brigádot. Menjél, drágám!